100 év telt el Habsburg IV. Károly halála óta, az utolsó osztrák császár és magyar király személye és történelmi jelentősége azonban máig foglalkoztatja a közvéleményt. Az évforduló alkalmából két könyv született, ennek apropóján köszöntjük a stúdióban Fejérdi Gergelyt, a Habsburg Otto Alapítvány tudományos igazgató helyettesét, valamint Tóth Péter András történészt, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársát. Jó estét kívánunk! Jó estét! A két könyvet nekünk most így a felkészülés során volt időnk átlapozni, és úgy amennyire az időnk engedte részletesebben tanulmányozni. Az mindenek előtt kitűnik, hogy két különböző szemszögből és irányból közelíti meg a témát, és az utolsó magyar királynak a helyzetét és történetét. Mit kell tudni a két könyvnek a szerkezetéről, a tartalmáról? Ugye a két kötet az két különböző formában valóban közelíti meg a témát. Az első kötet valójában ugye április 1-én halt meg a király, tehát a novemberi időpontot azért választottuk a bemutatóra, hiszen az ő fia viszont Habsburg Otto 110 éve született, úgyhogy a kettő dátum egybeesik. Az első kötet, amit az áprilisi konferenciának a kiadványa, ez a Jó szándék és balsors kötet, ez tanulmányokat tartalmaz. A második kötet leginkább a madeirai időszakra koncentrál. És a családra. Tehát az egyik az inkább egy történetileg a jelenkori legjobb történészeknek a munkái, találhatjuk benne tanulmányait a IV. Károllyal kapcsolatban. A második kötet az inkább erre konkrétan erre az időszakra, arra néhány hónapra, amikor Madeira szigetére száműzték a királyt, erre koncentrál. És mi volt a cél ezzel a két kötettel, hogy bővítsük az emberek tudását, vagy inkább egy összegzést adjunk a meglévő tudásunkról? Részben igen, részben viszont az, hogy a szinte minden nagyobb magyar történelmi személyiség így IV. Károllyal kapcsolatban is felmerült téves ismereteket, vagy történeti legendákat, vagy mítoszokat leromboljuk, vagy megkíséreljük legalábbis ezeket a különféle, megkíséreljük helyzeten is egy olyan képet adni IV. Károllyról, ami a történeti valóságnak megfelel. Érdekes, amit a Lilla mondott, hogy bővíteni az embereknek az információját és a tudását a témával kapcsolatban. Szerintem azért, akit érdekel a téma, számos, nagyon komoly irodalmi anyagot talál erről az időszakról, de vajon hogy néz ki egy ilyen kutatómunka, mert amikor ezek a kötetek megszületnek, vagy az ötlete felmerül, akkor nyilvánvalóan a cél az is, hogy valamilyen új aspektust is felmutassunk. Hogy nézett ki a kutatómunka mind a család életét illetően, és mind a tudományos kutatásokat illetően? A tudományos kutatások tekintetében annyit tudok mondani, hogy a második kötet, az előbb talán nem említettem, egy csomó forrást is megjelenít. Ezek a források a madeirai időszakra vonatkozóan egyáltalán nem publikált források. Ugye ez a kutatás abban a szempontból volt érdekes, hogy Madeira szigetének a levéltárát is föl sikerült keresnünk, és az ottani eddig kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert anyagait is a magyar olvasó elé tudjuk tárni ezen a könyven keresztül, de nem csak ezt, hanem az osztrák bécsi levéltárban található információkat is erre az időszakra, a magyar levéltárak, illetve más levéltárakból is, más országok levéltáraiból is sikerült összegyűjteni minden erre vonatkozó, jelenleg fellelhető dolgot, tehát ebből a szempontból mindenképpen kiegészítő információ, de természetesen a másik kötet is, hiszen minden kutató, akinek a dolgozatát publikálja a kötet, azok is mind-mind komoly kutatásokat végeztek ebben a témában. Péter, ugye nagyon sok kérdést feltesz ez a tanulmánykötet. Említene néhányat, hogy mire keresi a választ, és hogy tud-e egyáltalán válaszokat adni? Hát ebben a kötetben először is IV. Károly teljes életművét végig kellett tekinteni, és súlyozni kellett fontossági sorrend szerint az egy életének egyes szakaszait. Nyilvánvaló, hogy az első világháború és ezen belül a szűk két éves uralkodására helyeződött a hangsúly, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy más életének más korszakai felvedésbe merültek volna. Tehát lényegében mondhatjuk, hogy egészen a gyerekkorától vagy fiatalkorától kezdve a haláláig, a számüzetéseig, majd a haláláig terjedő időszak megfelelő figyelmet kap ebben a kötetben. A könyv ajánlóját olvassuk, talán az első mondat emlékeim szerint az, hogy vajon megmenthető lett volna az osztrák-magyar monarchia. Ez egy nagyon fontos kérdés, és a sok kérdés közül nyilván nem véletlen ez került az ajánló elejére. Ez csak minket izgat ez a kérdés, vagy nemzetközi szinten is esetleg az osztrákok, a mai osztrák kutató kortársaknak is az érdeklődését is foglalkoztatja ez a kérdés?
Hát ilyen kérdéseket véleményem szerint bármikor fel lehet vetni, hogy mi lett volna, ha nyilvánvaló, hogy az osztrák magyar monarchiával kapcsolatban is. Én arra megközelítésre hajlanék, hogy nem lehetett volna ezt, meg több más szerző le is írta, hogy még egy Károlynál lényegesen felkészültebb uralkodónak sem sikerületett volna ez. Tehát az osztrák-magyar monarchia megmentése. És ami a két ország közötti viszonyrendszert illeti, a Károlyhoz való viszonyuláshoz, azt mondhatom, Ausztriában ott lényegesen kisebb érdeklődés van ezzel kapcsolatban, mint nálunk Magyarországon. Érde. És említette, hogy ezzel, hogy nem lehetett volna megmenteni, de ezzel Károly is tisztában volt, vagy azért ő reménykedett, vagy amikor ő ugye lehúnyta a szemét, akkor milyen gondolatok voltak az ő fejében? Ő ezt így elengedte, vagy megbékélt ezzel? Hát azt gondolom, hogy az a tény, amit itt a kollega úr is elmondott, ez teljesen így van, valóságban a megmentése a birodalomnak szinte teljesen irreálisnak tűnt, különösen az a háború utolsó évében ez teljesen kizártnak tűnt. Korábban voltak rá kísérletek, hogy megmenekülhessen, ugye Károly leginkább arról ismert, hogy a béketárgyalásokat megpróbálta folytatni itt a háború alatt, ő is, nem ő volt az egyetlen. Az viszont biztos, hogy ő abban azért nagyon reménykedett, hogyha ő maga nem is tudja megmenteni ezt a birodalmat, azért bizonyos területein vissza tudja juttatni a trónra az ő örököseit, leginkább ugye Habsburgot. Voltak ilyen visszatérési lehetőségek? Ő maga is próbálkozott, 1921-ben kétszer is megpróbált visszatérni a magyar trónra, mint ismerjük, ennek okán került ő Madeirára is, hiszen száműztéke miatt az antant hatalmak számára ez semmiképpen sem volt egy jó megoldás, különösen a kisantant számára, hiszen leginkább ők ellenezték azt, hogy a Habsburgok bármilyen módon visszatérjenek a magyar trónra, vagy akár az osztrák császári trónra, de valójában a két háború közti történelem azért sokszor felvetette ennek a lehetőségét. Maga az antant nagyhatalmak is rájöttek arra, hogy igazából ez az osztrák-magyar monarchia egy nagyon jó, biztos pont volt, és főleg a német-orosz nagy birodalmak között egy biztos birodalom volt, amely fenntartotta valami fajta egyensúlyt. Ennek következtében ugye az Anschluss megakadályozása érdekében elég komolyan fölmerült annak a lehetősége, hogy a IV. Károly fia Otto, Habsburg Otto visszatérjen esetleg Ausztria, vagy esetleg Magyarország trónjára, de hát ezeknek a realitásai azonban mind nemzetközileg, mind pedig a hazai, illetve az osztrák vonalon is aztán eltávolodtak, és ma már oda jutottunk, hogy valójában az osztrák történelem szemléletben a IV. Károlynak a szerepe az biztos, hogy nem olyan súlyú, mint mondjuk a magyar történetírásban. Foglalkoznak vele, de nem olyan mélységekig. A Habsburgok valahol egyfajta tabu téma, vagy legalábbis, ahogy a Habsburg Ottónak a fia szokta mondani, Habsburg György, valójában a Habsburgok, azok a magyar oldalon a Habsburgokkal élünk, az osztrákok viszont a Habsburgokból élnek, úgyhogy ez valahogy kicsi-kicsi fejezi azt, hogy más a megközelítés. És hogyha már említette, hogy a Habsburgokkal élünk, hát itt van a Habsburg alapítvány, akkor mindennek fényében mi a küldetése az alapítványnak? Hát alapítványunk küldetése kettős, egyrészt egy hagyatékőrző feladatunk van, nagy szerencsénkre Budapestre került Habsburg Ottónak valójában a szellemi és tárgyi hagyatéka is, ugye a levelezései, előadásai, cikkei, könyvei, mind mi őrizzük és mi gondozzuk, ennek hamarosan szeretnénk minél inkább ki is nyitni, hogy a kutatók hozzáférhessenek ezekhez az anyagokhoz, amik egyébként egyáltalán nem voltak korábban publikusak, de a szellemi hagyatéknak a továbbadása is nagyon fontos. Ugye Habsburg Ottó pontosan a nagyság abban állt, hogy ezt a birodalmi múltat sikerült átkonvertálni egy teljesen modern formában, és azt a szellemi és egyéb hagyatékot, amit ő kapott, azt megpróbálta kamatoztatni egy teljesen más kontextusban, anélkül, hogy vagyunk, nagy szomorúságot érzett volna annak az iránt, hogy ő nem lehetett király. Ugye azt mondta, a élete végén több interjú is készült vele, azt mondta, hogy hálát az Istennek, hogy ő csak európai képviselő volt, és nem kellett uralkodnia, mert már ez is egy bonyolult feladat volt, és ugye nagyon sokat tett Magyarországért is, elsősorban közép-európai országokért,
az élete során mindvégig, és ugye 1989-es rendszerváltás idején is nagyon komoly szerepe volt, de korábban is abban, hogy Magyarország, illetve közép-európai népeknek, akiket ugye a szovjet birodalom maga alá gyűrt a II. Világháború után, ne felejtkezzenek róla el az európai szabad nemzetek. Ugye ő volt az, aki minden évben magyar nyelven tartott egy rövid előadást az Európai Parlamentben. 20 évig volt európai parlamenti képviselő, annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ez a régió ugyanúgy ahhoz az Európához tartozik, amelyik egy Jobbik részhez került. Péter, történészként is egy nagyon rövid választ kérek, segítsen abban, hogy ez a két könyv, ez a két kötet kinek ajánlható? Diákoknak, vagy inkább szakembereknek, már a témában jártas szakembereknek? Szerintem mindkettőjüknek, ugyanis az olvasmányos stílus mellett arra törekedtünk, mint mondtam, hogy érdekességeket is a szerzők, a olvasók elé tárjunk, valamint olyan megállapításokat, amiket a történész Károlyhoz, vagy akár a korszakot kutató kollégák számára is érdekesek lehetnek. Hát azt hiszem, már csak azért is tanulságos ez a történet, hogy megmutatja azt, hogy 100 évvel ezelőtti események hogyan határozzák meg a mai életünket is, mert kétségkívül hatással van rá. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen.